a Rubik kocka csodája. Rubik Ernő építész, a Rubik kocka feltalálója, fiatal korában az iparművészeti főiskola tanára volt és nagyon elégedetlen volt hallgatói térbeli képzelő erejével. Ezért elhatározta, hogy készít egy olyan eszközt, amelynek segítségével fejleszhető lesz a hallgatók térbeli fantáziája. Hosszas kísérletezés után így született meg a Rubik kocka, amelyből sok millió példányt adtak el a világban. A Rubik kocka tipikus példája annak, amit Taleb fekete hattyún bár ez épp nem szerepel Taleb példái között. Rubik Ernő 1974-ben alkotta meg a kockát, amelyből az első öt évben Magyarországon kívül mindössze 2100 darabot sikerült eladni, és Magyarországon is összesen 5000-et. Rubik Ernő hiába próbálkozott, a legkülönbözőbb országok játékipari szakembereinek egyöntetű véleménye volt, hogy ez a játék a világpiacon eladhatatlan, hiába varázsolt el sok ezer magyart. Többek között engem is. Pedig magam nem oldotta meg a feladványt, kifogott rajtam. Mint majdnem mindenki, én is innen-onnan hallottam néhány forgatássorozatot, megtanultam közülük hármat, és ezek segítségével már nagy élvezettel tekertem ki a kockát újra és újra élvezetemet a legkevésbé sem csökkentette, hogy nekem 4-5 percig tartott a kocka megoldása, miközben a kockatekerés nagymesterei 10 másodpercen belül megoldják, igaz, ők ehhez nem háromféle, hanem több ezer forgatás kombinációt ismernek. Egyszer egy beszélgetés közben megkértem Jánosi Ferencet, a kiváló gépészmérnököt és közgazdást, Tervezem már egy olyan mechanizmust, amely mind három irányba forgatható. A gépész felháborodva válaszolt, hogy ez lehetetlen. Ekkor megmutattam neki a Rubik kockát, ami akkor még nagyon újdonság volt. Tekergette egy ideig, majd nagyon szimpadiasan kezében tartva a kockát így szólt, Uraim, ez a tárgy nem létezik. Rubik sok sikertelen próbálkozás után 1979-ben mutatta meg a kockát Tom Krémernek, aki több száz játék szabadalom alkotója, egy londoni játékfejlesztő és kereskedő cég vezetője. A szakértő tekergette egy-két percig, majd majdnem pontosan ugyanúgy tartva a kezében a kockát, mint a gépészmérnök így szólt. Ez a játék minden játékipari elvnek ellentmond. Nem ad ki hangot, nem látszik rajta, hogy értékes, nem cuki, normális ember nem tudja megfejteni. Ezzel lényegében össze is foglalta, miért volt addig sikertelen a világpiacon majd így folytatta. Ez a játék zseniális. Csináljuk meg felesbe. Ez volt az a pillanat, amikor a Rubik kocka elindult a világsiker a fekete hattyúvá válás útján. Ebben a történetben nem csak maga a Rubik kocka csoda, hanem csoda Tom Kramer szeme is a játékhoz. Ő 1979-ben 50-es évei elején járt, de már akkor is úgy tekintettünk rá, mint a játékipar nagy öregére. Harminc évvel később azt mondta, a teljes életművéből arra a legbüszkébb, hogy meglátta a kockában a zsenialitást és világsikerre vitte. Így lett két csodából, amelyek önmagukban külön-külön nem fekete hattyúk, egy valódi fekete hattyú. A kocka már akkor csoda volt, amikor még egyáltalán nem látszott rajta, hogy fekete hattyú lesz. Csoda volt azok számára, akiket teljesen elbűvölt, Csoda volt a mechanikai megoldás a nagy tudású, tapasztalt képészmérnök számára, és a játékipar nagy örege is meglátta benne a csodát. Ez a fő különbség talep fekete hattyú fogalma, és az általunk használt csoda fogalom között. A csoda egyszeri és megismételhetetlen, ezért ugyanúgy előrejelezhetetlen, mint a fekete hattyú, de nem kritériuma, hogy nagy hatással legyen a világra. Vannak kis csodák, Amelyek nem sokat változtatnak a világ folyásán, és vannak nagy világrengető csodák. Rubi kernő megvalósította tanári álmát, sikerült létrehozni egy olyan szerkezetet, amelyet mindhárom irányban korlátlanul lehet tekergetni. Ez önmagában is csoda. És akkor is az lett volna, ha nem találkozik Tom krémerrel, és a kocka nem válik fekete hattyúvá, váratlan világ sikerré.